Az igazságszolgáltatás függetlenségének veszélyeztetésével riogatott Klaus Johannis államelnök a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács tisztújító ülésén ennek a megvédésében támogatni fogja a testületet, mondta. A legfelső bírói tanács az új elnököt is megválasztotta Simone Márkú bírónő személyében. Bírálóan nyilatkozott Klaus Johannis államfő az igazságügyi törvények elfogadásának módjáról a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács mai ülésén. Kifejtette, amikor hozzákerülnek a jogszabályok, kielemzi a tartalmukat és eldönti, hogy kihirdeti, visszautalja a parlamentnek, vagy megtámadja az alkotmánybíróságon. Az államelnök ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a taláros testület tagjai a legnagyobb szakszerűséggel és objektivitással tanulmányozzák majd a bírált részeket, és így az igazságügyi törvényeken végül javításokat fognak eszközölni. Johannis úgy véltem a Romániában független az igazságszolgáltatás és hangsúlyozta, a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy az is maradjon. Románia elnökeként mindent megteszek, ami az alkotmány tudományos jogkörömből fakad, annak érdekében, hogy segítsek önöknek szavatolni az igazságszolgáltatás függetlenségét. Ebben a szándékban és elvárásban bennem szilárd támogatóra találnak. Az államfő kijelentette, bűnvádi eljárás alatt álló embereknek nincs amit keresniük az államvezetésben. Ők ugyanis saját érdekeik miatt kísértésbe esnek, hogy megkérdőjelezzék az igazságszolgáltatás rendszerét. Ezzel pedig súlyosan ártanak az államnak, valamint az állampolgárok igazságügybe vetett bizalmának. Johannis kifejtette, elégedett azzal, amit a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács az igazságügy függetlenségéért tett. A szakma részéről azonban megfogalmazottak bírálatok. Kristina Tárcse a legfelsőbb bíróság elnöke szerint a testület nem lépett fel és elbukta a rendszer működésének a javítását célzó reformok bevezetésének a tesztjét.